Sziasztok, Danger vagyok, ez pedig itt a Player Unknown Battleground nevű játék összefoglalója. Direkt nem használom a kritika szót, mert nem az. Ha kritika lenne, csak annyit mondanék, hogy nekem nagyon tetszik, de ennél azért több mindent érdemes elmondani, illetve tudni erről a játékról, ezért készül ez a rövid videó, úgyhogy lássuk. Az első és legfontosabb azoknak, akik gondolkodnak rajta, hogy megveszik ezt a játékot, hogy a játék nincsen kész. Ugye ez egy early access, a, ami korai hozzáférés jelent, ez azt jelenti, hogy félkész játékot kapsz a pénzedért. Ez a jelenlegi áron kb. 10.000 forintért kapható, úgyhogy egyáltalán nem kevés. És emiatt ez gondolom az egyik legfontosabb szempontnak, ugyanis az, hogy egy játék félkész, az nem csak azt jelenti, hogy nem működnek benne dolgok, illetve bágos, ami igaz, hanem egész egyszerűen vannak olyan dolgok, amik nincsenek még benne. Tehát vannak egész egyszerűen olyan opciók, amik nem elérhetők, mert még nem fejlesztették bele a fejlesztők. Ugye heti update vannak, tehát folyamatosan csinálják a játékot, de ez azért egy jelentős kockázatot jelent, amikor megveszed a játékot, hogy nem működik, vagy nem úgy működik, illetve, hogy még egyáltalán meg se próbálták megcsinálni azt, ami szerintem fontos. Ennek sok minden, ami még el fog hangzani, folyománya, következménye, illetve alapvető oka. Ezt érdemes észben tartani, aki nem szeret kockázatos vásárlásokat csinálni. És akkor nézzük magát a játékot. Szerintem nagyon addikti, addiktív, nagyon élvezetes, ugye az alaphelyzet az, hogy van egy darab térkép ez a sziget, ahol uh, ahol ledobnak egy repülőről száz embert egyszerre. Többféle csapatméret van szóló, duó és squad. Uh, a squad az ugye három vagy négy ember, illetve mehetsz ketten is, csak mondjuk azért kettővé négyekben harcizni szerintem viszonylag nehéz. És erre a szigetre leesel mindenki egy gatyában az elején, és a szigeten talált fegyverekkel kell végül mindenkit kinyírni. Ez a Battle Royale csak egy maradhat a végén. Aki játszott már ilyesmi játékkal is, szerette, mint a HZ1, meg mondogattatok streamen is egy pár, de meg gondolom, hogy szintén elfelejtettem őket, nem jegyeztem meg. még tetszenek ezek a típusú játékok, annak fog ez is tetszeni, ha nem is jelenlegi formájában, de ha egyszer kész lesz. Aki még nem játszott ilyesmivel, az, az meg majd meglátja. Izgalmas, mert minden játék más, van egy mechanika az egészben, ami, amivel próbálják. Hát igen, itt látjuk, hogy az ugrás az nem működik. Kibaszott idegesítő egyébként, hogy nem tud ugrani ez a paraszt. De hogy ilyen két téglányi magasságot sem mindig tud átugrani. Azt, aki egyébként megint ennek az ugrásnak a fizikáját úgy nyakon ver, nem hallod, hogy az asztalt. De mindegy, menjünk tovább. Szóval van egy, van egy kör a, a térképen, ami folyamatosan szűkül. A körön kívül sebződsz, és uh, gyakorlatilag meghalsz. A körön belül pedig egyre kevesebb helyed van a többi játékosa, ezzel limitálják nagyjából a játékidőt, körülbelül 20-30 perc egy meccs, attól függően, hogy meddig élsz túl, ezt sem fogja tudni, ezt már meg sem próbáltam átugrani, és ez alatt a 20-30 perc alatt körülbelül eldől egy, egy meccsnek a sorsa. Van egy komoly learning curve, egy tanulási folyamat, ez a, ez a második, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, tehát aki elkezd el játszani, az ne számítson arra, hogy rögtön az elején, nyerni fog akár egy meccset, vagy, vagy top helyezésekbe bejut. Nem egyszerű, egy csomó mindent meg kell tanulni, a kezelés nem olyan egyértelmű, vannak szerintem itt botrányos megoldások, például szerintem az, hogy a mouse, tehát az egérnek a kerekével, a scroll wheel nem tudok magyarul, mindegy, be, beforgatja, tehát nem csak a lőfegyverek között váltogat, ugye a következő fegyver, hanem konkrétan a gránátot is, meg a, közelharcos fegyvereket, mint a macsete. Ebben már belehaltam párszor, úgyhogy külön gombokra tettem az elsőleges és a másodlagos fegyvereket az Egeramen, mert egyszerűen használhatatlannak tartom. Lassú a karakter egyébként a többi játékos, vagy játékhoz képest, például a képes képest kifejezetten lassú, tehát elmozogni lövések ellenfelek elől nem nagyon lehet. Állandóan állítani kell az érzékenységet, jelenleg még bugos, beállított, hogy az át, általános érzékenység az egérnek, illetve a mozgásnak legyen egy kicsit magasabb ahogy kikapcsolod a játékot, elfelejti, tehát minden egyes alkalommal meg kell állítani. Ezek azok, amik, amik ugye félszarok. És itt, itt a másik nagyon fontos része ennek, hogy, hogy a játék félkész, hogy ne is, nem is érdemes számítani arra, hogy ezek rövid távon ki lesznek javítva. Ugye a játék nagyon népszerű lett, ezért vettük meg mi is kicsit félve, úgy voltam vele, hogy megvesszük Steam-en, ott két órát lehet vele játékban tölteni, és még vissza tud utána kérni a pénzt, mert mert nem tudtam, hogy mi, mi, az, amire számíthatok. De ezek az ilyen feature-ek, mint hogy megjegyezze bizonyos beállításokat a menüben, de nincsenek a top listán. Napi több mint 100 ezer ember játszik ezzel a játékkal világszerte. Egész egyszerűen kénytelenek a fejlesztők a heti update-ekben olyan kritikus dolgokkal foglalkozni, mint amilyen a nem kevés lag, az FPS problémák a játékban, tehát hogy muszáj nekik az abszolút kritikus történetekre fókuszálni, úgyhogy ezek, ezek a kényelmi funkciók, illetve ezek a, a sztorik nem lesznek rövid távol javítva, akiket hát ezek nagyon idegesítenek, ez semmiképp se vegye most még meg jelenlegi állapotában a játékot, hanem várjon egy kicsit. A összességében itt egyébként majdnem beszartam, mert egyáltalán nem számítottam rá, hogy meg fognak lőni. Izgalmas a játék, de tényleg izgalmas, mert egy-két lövésből is bele tudsz halni simán, ugrani még mindig nem tud a paraszt, illetve ugrik, csak nem, ha hiába nyomod az irányt, nincs lendülete, tehát nem tud irányba ugrani. Ez nagy szívfájdalma, bocsánat. Az egész olyan, mint egy hatalmas számháborúzás. Aki szeretett számháborúzni, sok benne a bujócska. Mi ugye nem lövünk olyan jól, mint a többiek, és rendszeresen mégis top 5-ben végzünk. Nem árulom a legjobb helyezésünket, mert fel fogom tenni a legizgalmasabb meccseket. Ugye csak 20-30 perc youtube on lehet nézni, úgyhogy itt fel fog kerülni a csatornára nem ma, hanem valószínűleg holnap az első videó. Uh, mert van már, nem tudom, egy 8 órányi, aki nem volt streamen, uh, ugye most az elmúlt két napban 8-9 órát azért streameltünk ebből a játékból, uh, ki, ki kell azokat a részeket, amik tényleg érdekesek, és utána fölkerül. Úgyhogy is rendszeresen top 5 vagyunk, hogy igazából mi vagyunk a potétó team. Nagyon meg meg kell szokni azt, ahogy lőni kell be a játékba. Nem egyszer hallok bele abba, hogy a célzóka teljesen tiszta irányt mutat arra, ahova lövök, és nem mutatja, van egy ilyen kis piros ikon, ami mutatja, hogyha blokkolja valami a lövést, és mégis szétlövöm a peremet cserébe szemből a másik csávó homlokon lőtt shotgunnal, és meghaltam egy lövésből. Kurva idegesítő, de hát meg kell szokni, hogy hogyan lő a játék, főleg messzire egyébként nagyon nem egyértelmű, mert mert folyamatosan változtatják, hogy milyen a bullet drop, mennyit esik a töltény ugye a távolság alatt, és mennyire gyors a töltény, mert ahogy futnak, mozognak az emberek, nem érdemes egy helyben állni ebbe a játékban, mert nagyon gyorsan meghalsz. Ugye eléjük kell lőni valamennyivel, és van egy csomó fegyvertípus, az AK-tól, a Skárig, vektor mindenféle, és mindegyiknek más. Tehát tényleg van különbség itt a fegyverek között, nem olyan, mint egy Division, hogy, hogy jaj, a többet lő, meg így úgy sebez. Hanem, hanem másképp viselkednek a, a töltények. És, és emiatt mi nem, nem lövöldözéssel, tehát nem a kirrétünkkel vagyunk már majdnem top 200 ezerben, szerintem ma mindenképpen bejutunk a, a top 200k-ba, és utána megyünk a top 100k felé, hanem azzal, hogy jobban mozgunk, mint a többiek, tehát rendszeresen taktikusabban tudunk a, a térképen helyezkedni, és, és ezáltal ugye mi csak a nagyon late szoktunk a késői percekben be, belebocsátkozni a tűzharcokba, ilyen top 20, top 30 felé, amikor már gyakorlatilag szinte elkerülhetetlen a, történet. De a lényeg az, hogy többféleképpen is lehet toplistás helyeket elérni, ezért használtam egyébként a számháborút, ott is ugye lehet kamikázézni és berohanni az ellenségek közé, és rögtön az elején harcolni, illetve ott is lehet taktikusan bújócskázni. Úgyhogy nálunk jellemzően a meccsek 70% bújócska, 30% action. Ettől függetlenül izgalmas, mert sok a, amikor mi elrontjuk, mások elrontják, a közeli helyzetek, stb. stb. És a harmadik nagy dolog, amit még szeretnék kiemelni, az, hogy rendkívül szerencsefüggő a játék. Ugye a loot teljesen randomizálva van, akárhol mész, nem biztos, hogy kapsz bármit. Ennek eredményeképpen elképzelhető, hogy tök ügyes játékos vagy, de kb. egy pisztolyjal kell menned meg egy macsetével, egy shotgun vagy egy, vagy egy ellen. Nem egy jó helyzet, és valószínűleg veszíteni fogsz. Úgyhogy nagyon sok múlik a szerencsén is, főleg az elején, ezt is tudni kell róla, hogyha elkezdesz játszani, nagyon sokszor nem lesz szerencséd, sokan jönnek oda egy ahova te, akkor ökölharctól kezdve, megint a serpenyőharcig mindenféle hülyeség van, vagy aki először talál puskát, pisztolyt, az fog mindenki más lemészárolni. Egészen addig, hogy hova dobálja a köröket a térképen, ami szintén itt látszik a két kör, nagyon kritikus tud lenni abban, hogy van -e egyetlen esélyed nyerni. Mert ha rossz helyre dobja a kört, és egy kaszálón kell átfutnod, egy szár pisztolya, úgyhogy a másik oldalon épületek vannak, akkor gyakorlatilag véged van, mert, mert céltábla vagy az összes többi játékosnak, és általában ki is használják. Nem annyira bénák a játékosok, tehát kell azért kihívásra számítani, de nagyon élvezetes emiatt. A, és ez talán az egyik legfontosabb érv a játék mellett, hogy egyetlen egyszer sem haltam meg úgy a játékban, hogy úgy éreztem volna, hogy ez nem az én hibám, és nem tudtam volna valamit jobban csinálni. Tehát mindig volt oka annak, hogy a másik ügyesebb volt. Van persze néha lag, meg minden, de én még nem vagyok annyira ügyes, hogy ezek rendkívüli módon zavarnak. Volt, ahol például belehaltam, de viszont akkorán nem volt annyira tétje, meg mit tudom én. Mindig lehetett volna ügyesebben helyezkedni, ügyesebben lőni, más fegyverrel menni, máshonnan közelíteni, és, és emiatt szerintem egy, egy nagyon élvezetes játék, mert arra ösztönöz, hogy egyre jobb és jobb legyél. Röviden ennyi, nem nagyon szeretném húzni tovább az időt, majd a meccseket úgy is fölteszem, akit érdekel, az nézze meg. Összességében azt tudom mondani, hogy kockázatos megvenni, de nagyon élvezetes játszani, minden hibájával együtt, és bevallottan sok-sok-sok hibája van. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, like ha kérdés van, vagy nem tetszett, akkor nyomjátok kommentbe, szívesen válaszolok. Gyertek fel ma este is a streamre, hét körül szerintem már fönn leszünk, nem csak pubg fogunk, hanem megyünk Divisionben is legendary -t. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!